Már csak három darab részük maradt is vége az életemnek. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban a Percy Jackson sorozat 5. részéről lesz szó, ami egy nagyon izgalmas epizód volt, úgyhogy vágjunk is bele. Annyi, hogy most nincs jegyzetem, úgyhogy nagyon remélem, hogy semmit nem fogok kihagyni, ami fontos lenne, mindegy, majd max máskor megemlítem. Szóval ez a rész volt az, amikor a Vizividán Parkba mennek, ugye Árésznek visszaszerezni a pajzsát. Ez az epizód egyébként így a Persze Beth fanoknak volt a Szent Grál, vagy nem tudom, tehát annyi cuki pillanat volt Percy és Annabeth között, ami annyira ez a kapcsolatuk alapozása az, ami ment, hogy utána így, nem tudom, TikTokon meg mindenhol a Percy Beth editek, azok csodálatosak voltak. És belegondolni, hogyha ebből még kapnánk, eljutnánk így az 5. évad végéig, az milyen szuper jó lenne. Mielőtt elfelejtem, ez elmaradt az előző részben, és nagyon rossz vagyok egyébként annak megállapításában, hogy mi az, ami spoiler, meg néha belelendülök, és így lövöm le a dolgokat, mert tudom, ugye ez még az első könyvben alapszik, viszont egy csomószor beszélek későbbi könyveknek a sztoriáról, vagy dolgokról, amik összefüggésben lehetnek későbbi eseményekkel, úgyhogy azt nem hiszem, hogy meg tudnám csinálni, hogy minden egyes alkalom, amikor másik könyvbe belemegyek, azt így külön jelölöm, mert tényleg valamikor többe is belemegyek egyszerre, és így azt egy rémálom lenne folyamat jelözni, úgyhogy ezt így úgy mondom, hogy a Percy Jackson könyvekre elég tekintélyes esély van, hogy spoilereket mondok ezekben a Percy Jackson részkibeszélő videókban. Szóval ezek spoileresek, úgyhogy tényleg ilyen saját felelősségre nézni, hogyha valaki esetleg nem tudná a sztorikat, pont azért már, hogy ugye próbálom azt is azokra a dolgokra is reflektálni, amik a későbbi részekben bejöhetnek, amikre alapozhatnak, úgyhogy ezt így kicsit nehéz kikerülni, meg én nagyon szoktam spoilermentesen tolni, főleg nem a Percy Jackson-t. Szóval igen, itt van egy olyan hibám, hogy úgy beszélek róla, mintha mindenki tudná már a sztorit, ami nyilván nem így van, csak erről a témáról erről így tudok beszélni, és tényleg a minden egyes alkalommal jelenném, hogy most spoiler lesz, azt egyrészt egy csomószor nem tudom, mi az, ami pontosan melyik részben volt, tehát lehet össze is keverem, mert kicsit összefolynak így a, nem tudom, 15 könyvnyi cselekmény bennem, úgyhogy igen, nem fogok, nyilván itt közvetlenül inkább a Percy Jackson sorozatról van szó, nem a többiről, de hogy na, szóval ilyenek előfordulhatnak, úgyhogy saját felelősségre érdemes nézzétek ezeket a videókat. Szóval, ugye onnan indul a rész, hogy egyébként benne voltak a Fates. Hogy van a Fates magyarul? Ugye a három nénike, aki vágja a szalagot, most meg nem mondom, Jézusom, hogy van magyarul. Ugye ez kimaradt így gyakorlatilag a legelejéről, mert ugye a könyvben Percy látja őket még mielőtt egyáltalán tud a görög világról, ami párhuzamosan fut a miénkkel. Itt meg most belerakták kicsit később, de is az a változtatás, hogy Annabeth látja őket. Az kimaradt egyébként, hogy megkapja Percy a gyöngyöket, ami nem tudom, hogy így hogy fog alakulni, mindegy, mint már mondottam máskor is. A változtatásokról azért nem akarok, amiket még mondjuk én se értek, nyilatkozni előre, mert még lehet, hogy értelmet nyernek. Az ölelés Percy és Annabeth között too cute, túl cuki volt, amikor odaért hozzájuk Árész, és így elbújtak a betonfal mögött, az zseni volt. Percy annyira nem látja a fától az erdőt, amikor így mondja Annabethnek, hogy miért viselkedik furán, és most tényleg azért, mert megölelték egymást, de hát most már barátok, és így Jézusom, Percy, mindenki látja, amit te nem, és ott így érdemes nézni egyébként a többiek arckifejezését is, mert Grovernek is így a feje, így a kamera, vagy a képernyő szélén sok mindent elárul. Árész annyira menő lett, annyira jó, Árésznek a castingja annyira rohadt jó lett, hogy valami hihetetlen. Amikor ül az étkezdében, és mondja a gyerekeknek, hogy várjatok, még éppen egy Twitter háborút robbantok ki, az ilyen genius volt, komolyan mondom, imádtam. Azt láttam, hogy mások rámutattak, hogy kicsit furcsa, hogy pont Annabeth volt ilyen kötözködő Árésszal, ami igen, mert ez ugye alapvetően inkább Percy volt a könyvekben, de abból a szempontból megértem, hogy Annabethnek ugye Athéné az anyja, és Athéné meg Árész így igazából a Percy Jackson könyvekben nem éppen egymás öribajriai, úgyhogy
Ebből a szempontból értem, tényleg, hogyha belegondolok, kicsit furcsa, hogy pont Annabeth az, aki kötözködik az istenekkel, mert ő szokott a legtisztelettudóbb lenni, de döntéseket hoztak. Az volt még nagy változtatás itt, hogy Grover nem ment velük a Vizividen Parkban, hanem ott maradt Árészszal, és gyakorlatilag egy kicsit manipulálta a hadistent, ami szerintem egy tök nagy power move volt Grover részéről. Tudom, hogy sokan nem szerették, pont azért, mert Grover főleg az első könyvben ez a nagyon reszket mindentől, úristen, teljesen ki van és fél, és hogy sokan mondták, hogy sose állna le így a Árészszal így kamukázni, meg ilyenek. Ami, nem tudom, őszintén néha nekem kicsit sok, hogy Grover ilyen comic relief a könyvekben, ugye viszonylag régen írta a Rick Riordan a könyveket, tehát lehet, hogy itt, hogy van beleszólása a sorozatba, szeretett volna Grovernek egy kicsit másabb karakterfejlődési ívet adni. És én egyébként nem mondanám azt, hogy Grover nem félt abban a jelenetben. Tehát szerintem a színész tök jó munkát csinál, hogy a tekintetében látod, hogy amúgy retteg belül a gyerek, de nem úgy csinálja, mint a könyvben Grover, hogy fizikálisan teljesen ki van. És ezzel nekem így nincsen problémám, szerintem tök menő volt, és egyébként Grovernek a karakterfejlődésében benne van az, hogy tök badass lesz ő is, szóval nem mondanám, hogy én ezt a változtatást bánom, szerintem menő jelenet volt, és én láttam a tekintetében, hogy be volt, szóval, hogy rettegett egyébként, tehát szerintem ez így teljesen megvolt. Meg azért valljuk be, a második könyvben Grover túléli Polifemosszal nem tudom mennyi időt, és úgy tesz, mintha a mennyasszonya lenne, és azért ott is egy elég magas bátorsági fokozatra van szükség, hogy ne csinálja össze magát, szóval tehát így kicsit azt érzem, hogyha tudom, azt ígérték, hogy ez könyvhű adaptáció lesz, én nem mondanám egyébként, hogy nem könyvhű, csak vannak dolgok, amiket máshogy oldanak meg, mint ahogy a könyvben oldottak meg, vagy amiket kicsit a korhoz képest update-elték, ami miatt nem feltétlenül tudom őket hibáztatni. Vagy lehet, hogy Rick Riordan megbánt egyes dolgokat, és oké, ne utólag korrigáljunk, de hogy ez nem egy, tehát egy adaptáció sem copy-paste. Szóval vannak dolgok, amiket megoldhatnak jobban, ha van rá lehetőség, és én egyelőre egyébként így szeretem. Nem utáltam egy változtatást sem. Ugye most már bejött az, hogy Gabe ugye Percy-t gyanúsítja, igazából Gabe-et továbbra sem, nem tudom, annyira nem hozták be erősen még ezt a vonalat, úgyhogy nehéz azt mondani, hogy utálom, de hogy előjött most már ez is, szóval ez is, hogy ugye mindenki a nyakukban fog lihegni. Na és akkor a Vizividen Park. Amikor bementek, jó, egyrészt Percy gyakorlatilag randira hívta Annabeth-t, hogy el fogja vinni filmet nézni, mert hogy Annabeth még nem látott filmet, és így annyira cukik. A színészi játék ebben a részben, ha valaki azt mondta, hogy ezek a gyerekek nem tudnak színészkedni, akkor meg kell nézni, amit ebben a részben alakítanak, mert ami ott a szerelmi alagútba megy, az valami zseni volt. Tehát, hogy mindkét gyerek részéről valami zseni volt. Tehát mind Annabeth részéről, mind Percy részéről, az wow. Amikor bemennek az alagútba, és lemegy Hephaistosnak a sztoria ilyen animációkban, a Baby Don't Hurt Mire, az peak comedy volt, tehát hogy a döntéseket hoztak, és én sírva röhögtem azon a részen, tehát hogy bármennyire is a mögöttes háttértartalma nem volt túl happy, ugye, hogy Aphrodite megcsalta meg minden, az peak comedy volt, az zseni volt, ott a zeneválasztás, azok ott döntések voltak. És igen, azon kívül, hogy Grover nem ment velük, ugye kihagyták egyrészt, emiatt is sok panaszt láttam, hogy kihagyták Annabeth-nek a pókfóbiáját az egészből, és hogy így, nem tudom, valahogy úgy élték meg egyes emberek, hogy ez így teljesen elrontotta a jelenetet, szerintem más dolgokat hoztak ki benne, meg más dolgokra fókuszáltak, mert például utána, ugye itt, ami a trükk, az, hogy, tehát az nem az, hogy közvetítik őket az Olimposzra, hanem az, hogy bele kell valakinek ülni ebbe a székbe, amibe, hogyha beleülsz, onnan nem jössz ki, mert arannyá válsz, és így gyakorlatilag meghalsz. És ott is az a jelenet, mikor ott lefájtolják, Annabeth-szel, Percy meg Annabeth lefájtolják, hogy melyik őjük üljön bele, Annabeth végre a hínárajúnak hívja Percy-t. Ja, meg eleve, hogy Percy úgy használja először ugye ezt a
a vízhajlítós képességét, mert egy csomószor úgy hívják a fandomban, mint az avatárosban, hogy vízhajlítja. Mindegy, hogy a nem ezt megmentse. Itt etetik a népet ezzel a pörszöbet, ezzel a sok pörszöbet jelenettel, és oda vagyok érte. Szóval, hogy ugye végül pörszül bele, és annál a jelenetnél a gyerekek. A színészi játék zseni. Meg ahogy mondja Percy, hogy jól vagyok, jól vagyok, jól vagyok. Oh my god. És utána jött ki szerintem egy csomó minden Annabeth karakterével, amik ilyen változtatások voltak. Tehát, hogy láttam valamilyen érvelést, hogy már így nem jön ki annyira Annabethből, hogy ő se tökéletes, de hogy szerintem amúgy kijön, meg tökre rájátszottak arra, hogy ugye vannak ezek a fatal flaw-k a könyvekben, ami ugye Percynek a lojalitása, Annabethnek meg a büszkesége, ha jól emlékszem. És például ez tökre kijön, mert hogy ugye Annabeth nem hajlandó ott hagyni Percyt, és megpróbálja Héfaisztosznak, a feltaláló istennek a szerkezetét megbuherálni, hogy kiszedje a barátját abból a székből. És ott van is egy beszélgetés Héfaisztosztal, ami ugye szintén nincs benne a könyvekben, ami szintén egy változtatás, egyébként Héfaisztosz színésze nagyon, nekem nagyon bejött. És hogy ott ugye Annabeth mondja, hogy nem akar, tehát Annabeth kondicionálva volt eddig egy dologra, és most, hogy megismerkedett Percyvel, akit az anyja tök máshogy nevelt, és ő tök más szemlélettel jött be a görög mitológia világába, nekem az a beszélgetés ott rohadtul tetszett, hogy így Annabeth mondja, hogy igen, ő nem akar olyan lenni, mint ők, hogy nem akar a hírnév miatt azt mondani, hogy visszaviszi Arisnak a pajzsot, de ott hagyja Percyt. És igen, akár mennyire is eltért az a jelenet a könyvektől, szerintem nekem tetszett, szerintem kifejezetten jó volt. És ugye a vége az volt, hogy Héfaisztosz el is engedte Percyt, és amikor így... Szerintem tök jól csinálják, amit csinálnak. Igen, nem copy-paste a sztori a könyvből, de mint adaptáció szerintem jól csinálják eddig. Nyilván ez most... Mindjárt mondom tovább ezt a gondolatmenetet, ha nem felejtem el. A vége meg ugye az volt a résznek, hogy Ares berakja őket abba a furgonba, ami elviszi őket Vegasba. Percy, na itt most már elkezdett ő is kötekedni Arisszal, ami megalapozza ugye majd a végére a harcukat. Illetve volt egy ilyen, hogy Grover ugye azért maradt ott Arisszal, hogy kiszedje belőle, hát ha tud valamit a tolvajról. Mert ugye ezzel ugye ezt is mutatják, hogy Grover egyébként nem sik hülye. Úgyhogy itt szerintem nem a konkrét tolvajt fogják felfedni, hanem másra lesz majd a gyanúra elvetítve itt az elején. De kíváncsi vagyok, hogyan fog folytatódni. A következő résztől kicsit tartok, hogy tényleg musical lesz, de majd kiderül. És az a Lotus kaszinós lesz. Na most, egy dolog, ami nyilván itt ez egy adaptáció, nem fog, ez ugyanolyan, hogy a Percy Jackson könyveket se szereti mindenki, az adaptációját se fogja mindenki szeretni. Ez egy tök valid dolog, nem tetszik, most ezzel nem lehet mit csinálni, ha nem tetszenek a változtatások, akkor ez van. Na most, amit én személy szerint nem tudok megérteni, mert nekem mondjuk egy embernek nem tetszik, és azt mondja, hogy neki nem tetszik ez az adaptáció, én azt mondom rá, hogy hát, sajnálom, hogy neked nem tetszik, nekem tetszik, akkor értsünk egyet, hogy nem értünk egyet igazából, de hogy hagyjuk élni a másikat, neked nem tetszik, nekem tetszik. Tehát, hogy én akkor fengörcsölhetek róla, hogy milyen jó neked, meg te meg elmondhatod, hogy neked nem tetszik. Meg is érvelheted, hogy miért nem tetszik, mondod azt, hogy nem tetszenek a változtatások, stb. Amit nem tudok megérteni, az azt, jó, tudom, internet, és mindenki nagyon tud gyűlölködni, de láttam annyi ilyen kommentet, amit elég eldobom az agyam, hogy ilyeneket írtak emberek, hogy hát remélem nem lesz második évad. Kérdem én, ha nem tetszik ez a nyomorult sorozat, akkor miért nézed csak azért, vagy miért utálkozol csak azért, mert neked ez nem tetszik, és miért fáj, hogy másoknak tetszik? Ezt nem tudom megérteni. Tehát, hogy neked miért fog fájni, ha azok, akiknek tetszik ez a sorozat, ebből kapnak még többet? Ez az a logikai gondolatmenet, amit nem tudok megérteni és elfogadni. Én abszolút meg tudom érteni, hogyha valakinek nem tetszik.
mert nyilván mindenkinek joga van a saját személyes véleményéhez, ez egy több szubjektív dolog, mint az olvasás, meg amúgy majdnem gyakorlatilag minden más is. De hogy miért akarod azt, miért ütöd a billentyűzetet TikTokon, hogy remélem nem lesz második évad. Tehát ez valami boldogsághormon szabadít fel egyes emberekben, vagy mi történik ilyenkor, hogy ez miért jó? Tehát, hogy én is nagyon sok mindent nem szeretek, de például soha nem mondtam egy olyan könyvre vagy adaptációra, amit én nem szerettem, hogy remélem, hogy akiknek, hogy remélem, hogy nem lesz folytatása. Mert én el tudom ezt intézni azzal, hogy csak simán nem nézem és ignorálom a dolgot, de lehet, hogy én csinálom rosszul, nem tudom. Szóval nekem ez a fura, hogy vannak az emberek, akik örülnek ennek az egésznek, és tetszik nekik, meg vannak azok, akiknek nem tetszik, és hogy valamiért egy bizonyos rétege azoknak, akiknek ez nem tetszik. Jó, tudom, hogy akiknek tetszik, azok is tudnak olyan vadul érvelni, hogy mert te hülye vagy, hogy nem tetszik, de nyilván a két végletről beszélünk, tehát, hogy én szeretek hinni abban, hogy a nagy közös csoport az így a nem tetszik és a tetszik között meg tud egyezni, hogy neked tetszik, neked nem tetszik, oké, okay, cool, jók vagyunk, de hogy a gyűlölködés az egy dolog. És ez ugyanoda megy vissza, amikor bejelentették Annabeth színészét, és mindenki, hogy ez egy szar lesz, ezzel jöttek egyből, és elkezdtek bullizni egy 12 éves gyereket az Instagramon, vagy TikTokon, a social médián, és így nem tetszik a casting, annyira jó volt ez a rész, hogy nem akarom ezt a videót úgy befejezni, hogy felhúzom magam az emberi hülyeségen, csak így muszáj volt megemlítenem, hogy ez miért kellett. Na mindegy. A lényeg, hogy szerintem amúgy ez tök jó nekem, nagyon tetszik, és mondom, én minden változtatással kivárnám a folytatást, vagy legalább azért értett tényleg az első évadot, hogy lássuk egybe, hogy mi hogy van, mifelé építkeznek, meg szerintem, mint hogy ez egy adaptáció, és tegyük hozzá, hogy Percy az egyik legmegbízhatatlanabb narrátor ever, mert hogy így 4,5 könyvön keresztül teljesen nem veszi észre, hogy Annabeth-szel mi alakul köztük, tehát hogy azért na, Percy nem a legmegbízhatóbb narrátor, és a Percy Jackson könyveket ő narrálja, tehát hogyha ők máshonnan közelítik meg a karaktereket, akkor ez nem feltétlenül könyvhűtlenség, hanem lehet, hogy csak egy külső nézőpontból nézve ítélik meg a karaktereket, nem Percyn keresztül. Szóval azért ezek ilyen belekalkulálandó dolgok, meg szerintem néha kicsit mögé kell nézni, hogy oké, nem úgy csinálták, mint a könyvben, mi lehet a döntés mögött, nézzük meg, hogy ez a változtatás hogyan hat a sztori. Nem tudom, így kicsit úgy érzem, hogy azért egy könyvadaptációnál kicsit nyitottnak kell lenni bizonyos mértékű változtatásokra azért. Na. De továbbra is mondom, hogyha valaki nekem azt mondja, hogy neki nem tetszik, én el tudom fogadni, hogy neki nem tetszik. Tehát nem fogom ütni az asztalt, és nem tudom, capslokosan visszakommentelni neki, hogy már pedig csak azért is tetszeni kell, hogy tetszen neked ez a sorozat, mert így és így. Én nem fogok csinálni. Ez ugyanolyan, mint amikor valaki írja, hogy mondjuk mostában nem volt ilyen, lekopogom, de hogy ez ugyanolyan, mint amikor valaki írja, hogy nézhetetlenek a videóim, oké, akkor ne nézd, tehát, hogy így a YouTube-on nem tudom hány milliárd videó van, akkor keresd más, tehát, hogy senkit nem kötelezek arra, hogy nézzen. Tehát ez pontosan ugyanaz a kategória. Nem kötelező nézni a Percy Jackson sorozatot, ha nem tetszik. És azt is megértem, hogy akinek nem tetszik, és könyvfan, az csalódott emiatt, de hogy továbbra is miért utáljuk ezért azokat, akiknek tetszik. Na mindegy, úgyhogy szerintem jó úton van a sorozat, nekem nagyon tetszik, nagyon magasak még mindig a... Nem is az elvárásim, lehet, hogy azért voltam jó kapcsolatban ezzel a sorozattal, mert olyan hűde nagy elvárásaim nem voltak, hogy betűről betűre adaptálják, vagy nem tudom. Vagy csak már így, vagy csak nyitott, kicsit nyitottabban mentem bele, nem tudom, mindegy, túragozom. A lényeg, hogy nagyon jó, nagyon tetszik, kíváncsi vagyok, hogyan tovább, már csak 3 darab részük maradt is vége az életemnek. Másik, ami nagyon durva volt egyébként, hogyha megnézitek, hogy Walker Scobell ebben a részben mennyivel idősebb volt már. Már úgy, hogy láttad, hogy így forgatás közben is rohadt sokat serdült a gyerek. Úgyhogy igyekezniük kell a második évaddal, miatt Walker Scobell nagyon megtinédzseresedik. Meg a többiek is, mert amúgy
a mostani interjúikban már sokkal nagyobbak, mint a sorozatban magában. Úgyhogy következő rész Lotus Casino, nagyon várom, már igazából most már csak az lesz, hogy Lotus Casino, mennek az alvilágba, és kiderül az igazság. Úgyhogy let's go! Kommentben írjátok meg, hogy nektek hogy tetszett ez a rész, és hát izgatottan várhatjuk a következőt. Olyan kevés van belőle vissza, és olyan rövidek. Még annyira sokáig tudnám nézni egyébként ezt az első évadot is, de nekem tetszik, hogy haladós, mert a Percy könyveket is szerettem, már haladósak. Na. De itt lezárom ezt a videót, mert szerintem megint rohadt hosszúra sikerült nyújtanom, majdnem olyan hosszúra, mint maga az epizód volt. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!